Több előadást is megnézett már kis Anikó néptánc oktató a Matthias Korvinusz kollégium Pécsi Központja programjainak sorában. Ez a mostani különösen vonzotta, hiszen a tanulás jövőjéről és a COVID-19 összefüggéseiről szólt, mint pedagógust és szülőt is fokozottan érintette a probléma. Ez a jelenlegi alkalom ez azért vonzott, mert pedagógusként és szülőként is átéltem a, az online oktatásnak a világát, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mit mond az MCC előadója erről a témáról, mert nekem is vannak tapasztalataim, és, és szeretném esetleg ütköztetni a az előadás végén, hiszen erre mindig van lehetőség, hogy kérdezzünk. Dr. Setén János oktatáskutató a COVID-19 pandémia másfél éve alatt különös élességgel feltárult globális és hazai oktatási folyamatokat elemzi előadása során. A digitális oktatáson messze túlmutatva képet vázol arról, hogy milyen változások előtt áll a tanulás és az oktatás világa a következő években. Felvetődik az, hogy ha önállóan is tudnának online programokban tanulni, amiből lehet érettségizni, Választhatnak ilyet is, és persze járnak iskolába, és a normál tantárgyakat tanulják. színesíthető -e az oktatásnak a kínálata, és egy kicsit személyre szabottabbá tehető-e ez a dolog? Tehát lesznek olyanok, akik például gazdaságot, pénzt akarnak tanulni. A Matthias Korvinusz Kollégium Pécsi Központjának programjain való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ez pedig az aktuálisan érvényben lévő járványügyi szabályozásokhoz igazítják.